Kedves nézőink, pénteken tartotta ballagási ünnepségét a Szentgyörgyi Albert szakközépiskola és szakiskola. Az eseményen mi is ott jártunk. Gyermekként álmodtam, és azt hittem, hogy lesz. Hittem az életben, és nem fájt a szívem. Tudtam, hogy én váltom meg majd a világot. Láttam a jövőmet, és semmi sem bántott. Lelkemben mindig ott volt valami dallam. Tudtam, hogy elmondhatok bármit egy dalban. És hogyha szeretnél, elszállok innen. Ez a dal majd repít, a szárnyám visz engem. De miért csak én repüljek, hogyha más is szállhat? De miért ne adjak dalban szárnyat az egész világnak? Ez a dal most szól, és lehet, hogy téged megtalál. Így megismerhetsz engem, hogy mi az, amire szívem vár. Én is szállok en dallam, magasan repülök most feléd. Neked adom egy dal, és vele együtt a szívem is tiéd. A tegnap és holnap között megállt parancsolnak az ünnepek. Ezek életünk fontos, ritka pillanatai, ritkák, tehát nagyon becsesek. Ilyen ünnepi pillanatoknak vagyunk tanúi most, a Szentgyörgyi Albert szakközépiskola ballagási ünnepségén. Hisszük, nem hisszük, akarjuk, nem akarjuk, egyszeri, kivételes, megismételhetetlen ez a nap, a ballagás. Ahogy így a tömegben végignézek, előttünk és mögöttünk csupa kedves, ismerős arc. Édesanyák, édesapák, testvérek, rokonok, tanárok és ismerősök. Most mindenki itt van, aki nekünk fontos, aki számít, és akire számíthatunk. Kedves ballagók, soha ne feledjétek, hogy az ember élete, sorsa egy szikrányi csoda. Csoda, mert megismételhetetlen. Ilyenkor együtt a sorsunkban megjelenik a nekibuzdulás és az ivelés. Testünk íjként feszül a lécnek, amelyet leverhetünk, de át is ugorhatunk. Jó sorsunk a boldogságugró deszkája, rossz sorsunk egy második kísérlet lehetősége. Kedves ballagók, amit ma megéltek, az a pillanat része, de ami bennetek zajlik, az örökké való. Ma lezárul egy út, lezárul, hogy erős akarattal, lelkileg feltöltődve egy új úton induljatok. Egy útelágazáshoz értetek. Ennél az útelágazásnál a tisztességes élet négy elemét ajánlom figyelmetekbe. A bölcsességet, az igazságot, a mértékletességet és a tartást. A mai napon filmszerűen egy új, ridegül ismeretlen mindenségbe léptek. Maszkkal vagy anélkül léptek ebbe a világba, hódítsátok meg. Emlékeink szétesnek, mint a ritka szövetek, de azért soha ne feledjétek, hogy hosszú-hosszú évekig tieitek voltak iskolánk folyosói, tantermei, padjai. Itt adtál és kaptál, hibáztál és kijavítottad. Örültél és veszekedtél, talán néha még boldog is voltál. Kedves igazgató úr, kollégáim! Nehéz,
de örömteli feladat volt tanulóinkat idáig eljutatni. Köszönöm a kitartó, következetes munkát. Tisztelt szülők! Köszönöm, hogy gyermekeiket ránk bízták. Gyermekeiknek, akik ma még a mi tanulóink, kívánom, hogy az életben, a világban boldoguljanak. Én kollégáimmal együtt hiszem, hogy tisztességes, becsületes munkára neveltük őket, a tudás megszerzésére és megtartására ösztökéltük és sugalltuk nekik. Kedves ballagok, Hanvas Béla gondolataival búcsúzom tőletek. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Amit tudsz, amit szerzel, amit átérsz, oszd meg. És most indulj és eredj. Élj, mert a világ a tied, Isten veletek. Kedves ballagok, hát eljött ez a fontos nap. Nem azért fontos, mert miattatok költözött díszbe az iskola, nem is azért, mert veletek szemben ülő, álló sok vendég a ti kedvetekért van itt, hanem azért, mert befejeződött eddigi életetek egy jelentős szakasza, a tanulmányotok második fokát vettétek sikerrel. Tisztelt szülők! Büszkén tekinthetnek a ballagó csinos lányokra és a jó kiállású fiúkra. Az arcukra nézve felvillan a 2, 3, 4, 5 évvel ezelőtti fiatal diák képe, aki az általános iskolát, a szakképző iskolát elhagyva egy új kihívás felé vette az irányt. Ez a néhány év az önök részére is nagy megmérettetés volt. A folyamatosan változó ifjút irányítani, nevelni kellett. A helyes út megmutatása komoly erőpróba volt. A rendszeres, mindennapi tanulásra való rászorítás több esetben csak kísérlet maradt. Feltételezem, hogy némelyük néha feszegette a szülői szeretet határait. De hát azért szülő a szülő, azért vannak itt a gyerekek, ahol vannak, mert a kritikus pillanatok zömében ott állt mellettük az aggódó anya, vagy egy szigorú apa, aki a nehéz pillanatban támaszt biztosított a gyermekének. A vizsgák után tovább kerülnek önöktől, de a szülőkre továbbra is nagy szükségük lesz. Szükség lesz a biztató szóra, a meghallgatásra. Köszönöm, hogy gyermekük oktatásának, nevelésének ezt a fontos szeletét ránk bízták, és hogy az elmúlt évek alatt mellettünk álltak, segítették a munkánkat. Kedves ballagók! Itt álltok a vizsgák kapujában. Hosszú idő telt el a kis kezdő 8-asból vizsgázóvá cseperedtetek. Visszagondolva talán még emlékeztek az első találkozásra, a barátkozásokra. Rengeteg pozitív és negatív élmény formálta a közösséget és a kisebb csoportok kapcsolatát. Az évek során önbizalmat erősítő sikerekbe volt részetek. A tanulás mellett a tanulmányi, szakmai, művészeti versenyek és a sportterén is kipróbáltátok magatokat. Az iskolába figyeltünk rátok, néha talán túlságosan is vigyáztuk. Lépteiteket, szüleitekkel együtt próbáltuk nevelni, irányítani. Sok olyan siker ért bennünket, amelyre nagyon büszkék vagyunk. Itt nem csak a versenyeredményekre gondolok, voltak, akik a kezdeti döcögés után megkomolyodva jutottak el idáig, hogy most itt állhatnak az ünneplő közösségben. Nagyon sok kellemes meglepetés ért az iskola tanóráink kívüli tevékenységek sikereiben is. Gondolok itt a sporteredményekre, a szakmai vizsgán elért eredményekre, az irodalmi művészeti sikerekre. Mindannyiótokban ott rejlik a tehetség. Kiben így, kiben úgy jelenik meg, sokszor hosszú évek telnek el,
mire felszínre tör. De úgy gondolom, akkor lehettek boldogok, ha úgy csináljátok, azzal foglalkoztok, amit igazán szerettek. Megköszönöm a tanáraitok odaadó, segítő munkáját is. Tudjátok, hogy nélkülük nem tudtatok volna felkészülni, és az elvárásoknak maradéktalanul megfelelni. Mindannyiótoknak gratulálok, és sikeres vizsgákat, gazdag életet kívánok. Köszönöm. Csalódtam sokszor már, és sok minden bánok, amiből én inkább a magasban vágyok. Hiába mondanád, hogy nem hiszem bennem, én akkor is tudom majd, hogy mit kell tennem. Addig, amíg szól a dal az én szívemben, addig gondolatban szárnyalok a fellegekben. Mindig várok rád, még van elég erő a szívemben, soha nem adom fel. Ne is kérd, ezt nem teszem, mindig harcolok érte. Küzdeni fogok, még bírja szívem, nem adom.